Itt van Bori, az én barátnőm Bori. Vele minden nap történik valami. Úszik, játszik, kirándul, táncol, fut, sütni tanul. Örül neked, nyakadba borul. Meglásd vele, minden jóra fordul. Hát itt jön Bori, az édes drága Bori. Minden nap csak újabb jót hoz. Hát itt van Bori. Bori, Bori cicát kap. Mackó, kész az ebéd. Így. Tessék, neked is. A mackók vajon esznek kekszet? Anya! Anya! Anya, mit esznek legszívesebben a mackók? Talán halat. Igen, halat és mézet mondanék. Mit? Halat és mézet? Azt hiszem. Na jó, talán nem egyszerre, de szerintem ők ezt szeretik. Megjött apa! Apa! Na, hova bújtál? Nem kell félned tőlem. Apa! Gyere ide! Cic. Anya! Apa hazahozott egy kis cicát. Nem, biztos valaki én, és csak van rajta nyakörv. Biztos elkóborolt. Merre vagy? Maunak hívnak. Gyere ide! Hé! Hoppá, jaj ne! Hé, várj! Fogd meg! Gyere ide! Utána! Nézzétek, elbújt, mert itt akar maradni. Nem, Bori, azt nem lehet. Tényleg vissza kell adnunk a cicát. Igen. Ó, még ez is. Nem lesz Mauval gond, tényleg. Kivel? Mauval. Így hívják a cicát. Ő maga mondta. Itt maradhat. Nem tudom. Biztos, hogy félne az utcán egyedül. Főleg éjszaka. Na jó, ha csak egy éjszakáról van szó felőlem, csak ne bújjon el megint a szobában. Na jó, ha szeretnétek, de most irány vacsorázni. Mi? Vacsora? Kenyér? Jaj, ne, tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Hívtak az irodában, aztán a nagy forgalom, és gyorsan elszaladok érte. Sziasztok! Na, akkor még van időnk almot keresni a cicának. Van valahol egy dobozom, ami pont jó lenne. Na, gyere, Mau, tessék. Így. De nem csinál semmit. Várj csak. Gyere, Bori, mi sem szeretjük, ha valaki bámul minket. Szuper, már tudja az almot használni. 3-20-at kérek. A kis cicák szerető gazdiknak elvihetőek. Pillanat. Hiszen ez... Ó, maga macska van? Igen. Viszlát. Finom harrudacskák. Látod, Teddy, van itt valami számodra. Ez sokkal jobb, mint a kenyér. Még jó, hogy macska konzervet hoztál. Így legalább a miénket... Megosztjuk Mauval. Talán ő is szomjas, mint én. Nézd csak, Bori. Valaki a boltban kiragasztott egy papírt a telefonszámával. Egy fénykép is volt Mauról, úgyhogy fel kell hívnunk őket, és meg kell mondanunk, hogy megtaláltuk Maut. Mondhatnád neki, hogy most már itt lakik nálunk. Bori, ezt nem lehet csak így eldönteni. Képzeld csak el, ha valaki megtalálná Teddyt, és azt mondaná, hogy az övé. Teddy nem megy el. Ő itt akar lenni, ahogy Mau is. Mau! Mau! Hát itt vagy. Nézd, Mau is megmosakszik, mielőtt lefekszik aludni. Mau, gyere ide! Nézd csak, Maunak saját ágya van. De ne aggódj, hogyha fáradt lesz, majd biztosan visszajön. Puszi? Jó ét! Jó ét! Nem, semmi gond. A macskájuk jól van. Te hétalvó, felkelni! Elnézést kérek, csak elgondolkodtam. Igen, most itthon vagyunk. Viszont hallás. Te anya, miért ilyen fáradt Mau?
A macskák sokkal többet alszanak, mint mi. A fél életüket alvással tölték. Borikám kincsem, az előbb Balog nénivel beszéltem, ő Mau gazdája. Nagyon-nagyon örült, hogy megtaláltuk, most azonnal érte is jön. Az mindegy, mert Mau itt akar maradni. Anya, kérlek, nem tarthatnánk csak úgy meg, léci. Mau, egyszerűen csak elbújtatlak. Szóval te vagy Bori, aki megtalálta a kis szökevényt. Sajnos el kell vinnem a macskát, jó, úgyhogy... de Mau egyedül talált ide hozzánk. Biztos úgy gondolta, hogy keres egy új otthont. Ah, szóval Mau egy kandúr? Igen, és nagyon ravasz, hisz egyedül talált magának új otthont. Egy macska olyan, mint egy családtag. Akár csak te, apa vagy én. Sok időt és törődést igényel. De Teddyről is gondoskodom. És Nyusziról. És Csicsiről is. Úgyhogy Mauval is menni fog. Játszhat velem a kertben, és már a dolgát is elvégzi egyedül. És ki tartja tisztán az almot? Én! Mindent megteszek érte. Tényleg? Ha így szerető családja van, de el kéne mennie, a szörnyű lenne. Léci, 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 léci. Na jó, ha tényleg úgy gondozod, ahogy megbeszéltük, akkor... Persze! Juhú, te vagy a legjobb anya a világon! Hallottad, hallottad? Itt maradhatsz nálunk, drága, drága Mau. Még mindig fáradt. A kismacskáknak sokat kell aludniuk. Nagyon sokat tudsz a macskákról. Ennek igazán örülök. Bármikor hívhatnak, és vigyék el Maut állatorvoshoz, ideje beoltatni. Tehát szükség van alomra, egy macska hordozóra, amiben elviszük Maut az orvoshoz. És még mire? Nézzük, mi minden kell még. Jó napot! Csókolom! Jó napot! A kék alom tetszene Maunak. És ez micsoda? Ez olyan macska alom, ami bent tartja a szagokat. Nagyon praktikus. Szerintem ezt elvisszük. Nézzék, akár egy szoba. Még ajtaja is van. Szabadon kimehetnek. Igen, Mau szabadon járkálhat, ugye, anya? Akkor lyukat kell fűrészelnünk az ajtóra. Ez nem nagy munka. Itt kapható csapóajtó is. Na jó, hadd sétálhasson, Mau, ahogy mi is azt tesszük. Már csak egy hordozóra lenne szükségünk. Mert Maunak el kell mennie orvoshoz. És mi erre gondoltál? Ez vagy ez? Ez, ilyet, ez sokkal kényelmesebb. De édes, igazi harcos vagy. Nézd, ez itt egy stetoszkóp, amivel meghallgatom Mau szívverését. Ezt már ismerem, anyának is van ilyen, mert orvos. Tehát egészséges? A cicád teljesen rendben van, megsimogathatod, ha szeretnéd. Megtartaná, kérem? Ezt biztos ismered, talán te is kaptál már oltást, nem? Amikor odakint kóborolt, lehet, hogy más állatok megfertőzték, ezért be kell oltanunk. Ne, ez biztos fáj neki. Biztos, hogy nem. De! Ne! Ez nem fáj. Pont itt, ezen a ponton hordják a macskák a kölykeiket. A cicák jól tudják, hogy nem esik bajuk, ezért nem is mozognak akkor. Mau, végeztünk is. Teljesen egészséges. Nézd, Mau, nagyon boldog, hogy újra itthon van. Ó, oh, ne, Mau, ne! Azt nem szabad. Jaj, ne! Akart mászni, mert fának hitte. Igen, lehet. De nem ültethetünk ide egy fát, hogy mászhasson. Akkor készítsünk neki egyet. Jó ötlet. Felhívom a nagypapát, hát ha segít nekünk. Jó, most nyomjad, Bori. Jó, csinálom. Igen. Szuper, köszönöm.
Igen, papa. Mau nagyon fog örülni. Megcsinálod a csapóajtót is? Persze. Hadd szívjon Mau friss levegőt. Így nem kell csöngetnie, ha be akar jönni. Papa, a macskák nem szoktak csengetni. Hoppá. Sziasztok! Apa, apa, képzeld, Mau itt marad velünk, hogy Teddy ne egyedül legyen halat. A cicák is biztos szívesen esznek halat, és gondoskodom róla, és... Látod, mit hoztam? Sejtettem, hogy Mau még itt lesz, mire hazajövök. Akkor menjünk is végre vacsorázni. Ide adnád a kenyeret? Milyen kenyeret? Azt hittem, ma megint harrudacska lesz. Persze, megint elfelejtetted a kenyeret. Megterítem az asztalt. Én meghámozom a krumplit. Hallottad ezt, Mau? Most már örökre együtt maradunk. Légy üdvözölve, Mau Kandúr!